Sziasztok, PC guru és borzongás nézők, leginkább hallgatók. Most egy kicsit speciális, az ünnepekhez kapcsolt beszélgetésünk lesz, ami több szempontból is rendhagyó. Az első szempont, ami miatt rendhagyó, az az, hogy itt van velünk Marci. Sziasztok! Gábor. Sziasztok! Videodromtól, és Zebra is. Sziasztok! Én Böjti vagyok, úgyhogy most négyen fogunk tulajdonképpen rengeteg témán átmenni, hát valamin gyorsabban, rövidebb idő alatt, valamin pedig hosszabban is elmélázunk. És a másik szempont, ami miatt rendhagyó egyébként ez a beszélgetés, az majd később fog leginkább érvényesülni, de most nem kifejezetten csak születésnapos filmekről, illetve műfajról fogunk így mindenféle eszmecserét folytatni, hanem akkor már, hogyha ez az idei év utolsó beszélgetése, és ami miatt eleve már négyen vagyunk, az az, hogy akkor legyen karácsonyi, illetve szilveszteri filmekkel kapcsolatos kis gyűjtés, kis bemutatás, vagy mik azok, amik ebben a témában jók, illetve amiket láttunk, és mi az, ami nem jó, és miért nem jó. De mielőtt még a filmekre rámennénk, előtte azért pár gondolat, pár téma, ami így szerintem horror témában mindenképpen kapcsolható. Hát egyfelől például, akit érdekel a videójátékos világ, akkor azt gondolom már látta, hogy lesz az Evil Deadből például videójáték, méghozzá picit ilyen Left 4 Dead utánérzésű dolognak tűnik. Nem tudom, hogy ki az, aki erre felfigyelt, vagy ki az, aki nézte. Én megnéztem. Hát valószínűleg nem lesz egy sztori központú játék, amit sajnálok, legalábbis az első képkockák szerint én úgy érzem, hogy ez inkább ilyen online játékra lesz tervezve, de ne legyen igazam. Egyébként meg tök tetszik az, hogy például az Army of Darknessből is hoztak be karaktert a játékba, tehát nagyon állat volt ez a trailer, amit mutattak, remélem, hogy hogy a játékmenet is tükrözni fogja ezt, és nem csak egy egyszerű ilyen hentelős online játék lesz belőle, mert tetszik az ötlet, hogy egy ilyet csináljanak. Mindenképpen hiánypótló lenne, mert azért a Left 4 Deadnek eleve kéne most már egy, vagy egy új epizód, vagy valami trónkövetelő. Bár mondjuk a World War Z az egyébként jó volt, úgyhogy valami hasonló, csak még minőségibb, komolyabb kellene. Igen, mondjuk a Left 4 Deadet nehéz megvonni, úgyhogy fel kell kötni a gatyáját az Evil Deadnek. Hát igen. Az biztos, ráadásul azért nem egy neves kiadó, illetve stúdió készíti. Hát majd meglátjuk. És hogyha már játék, akkor nem csak videójáték, hanem társas játék. Hát mostanában megjelent a Zombicide, Night of the Living Dead is, az Alienből is megjelent egy új társas játék. Nagyon szép kis Alien minikkel, illetve még Ripley is benne van a jó kis rakodógépével. Úgyhogy ezek is izgalmasak. A hétvégén került ki a Cthulhu Death May Die az oldalra, ami ugye egy ilyen szintén horroros, Lovecrafti, nagyon jó kis brutál társas játék. És hát azért így karácsonyra, meg hát szilveszter, most nagyon nagy összejövetelek nem lesznek valószínűleg, bulik meg pláne nem, de egy szolid kis társasozásra azért egy-két közeli ismerőssel talán össze lehet ülni. Úgyhogy a horror témájú társas játékok ide szerintem ideálisak. Egy gyors kérdés akkor, hogy ha már karácsony van, mondjuk valaki szeretne venni valami jóféle játékot, de abszolút kezdő, mint mondjuk én, és úgy nem nagyon tudja, hogy hol fogjon hozzá a horror társasokhoz, akkor ti mit ajánlanátok így kezdésnek? Hát, hogyha az angol nyelv nem probléma, akkor a Horrified-ot azt mindenképpen például. Igen, mert az mellett, hogy jó hangulatú horrorjáték parti játéknak is mondhatom, mert nem veszi magát halálosan komolyan, mint mondjuk egy Lovecraft ihletésű horrorjáték, és tök sokszor úgy lehet játszani, a saját magadnak be tud állítani a nehézséget, hány szörny legyen, tehát tök jó lehet kombinálni a szörnyeket például benne, úgyhogy az mindenféleképpen egy fun játék ilyen kis összejövetelre, és egyszerű is megtanulni. És ha valaki mondjuk inkább magyarul szeretne játszani? Szerintem az Arkham Horror első kiadás, hogyha... Eszembe jutott, hogy legyen egy angol nyelvkönyvet, de... Bocsánat. Végül is, igen, karácsonyi ajándéknak az is tökéletes. Egy angol nyelvkönyv mellé valami...
társasjáték, angol nyelvű társasjáték. Arkhamnél egyébként mondjuk én inkább ezt a standalone-t ajánlanám, hogyha nem is az alapjátékot. Az utolsó óra, vagy valami hasonló, mert hogy azért ez egy picit egyszerűsíti az alapmechanikát, meg az összetételét a játéknak, és még mindig megvan ez az Arkham horroros, a játék játszik velünk, és nem mi a játékkal, ami mondjuk a Horrified-nál fordítva van, viszont egy közérthetőbb formában szerintem, mert hogy az alap Arkham horror az talán kezdőnek picit nehézkes. Lehet, hogy csak azért volt nekem annyira nagy fan így felfedezni azt andó még évekkel ezelőtt, hogy szeretem nagyon Lovecraftet aztán, így elég hamar belejöttem a játékba, de nyilván ugye ez azért dobott gondolom rajta sokat, hogy így fel is akartam fedezni nagyon, hogy ezt a világot. Lehet, hogy így kezdőjátékosnak amúgy, mondjuk aki annyira nem vágja a Lovecrafti mitológiát, akkor az annyira nem fogja élvezni, kicsit száraz lesz neki elsőre. Jó, hát társas játékokon túl, akkor röviden még esetleg ilyen sorozatos filmes. Hát mit szóltak például a Warner-es mozis HBO-s dologhoz? Hát szóhoz se jutunk, vagy legalábbis én. Nem tudom, egyébként teljesen váratlan a döntés, és azt hiszem, hogy a Denis Villeneuve fette fel a valóságot ebben a történetben. Valószínűleg ez arról szól, hogy a Netflixnek van 200 millió előfizetője, a Disney Plusnak 80 millió, az HBO Maxnek pedig 5. Tehát valószínű, hogy erről szól a történet, hogy valahogy felpörgessék az HBO Max-et. Azért azt látni, hogy Amerikában egy komplett országot felölelő kampány, az legalább egy 3-400 milliós költség. Most ha összeadjuk ezeknek a filmeknek a költségvetését, akkor nem sokkal több egyébként meglepő módon. Tehát fura a döntés, valószínűleg nagyon... Tehát itt most nem arról van szó feltétlenül, hogy a streamnek akarnak, hogy előre ugorjon, inkább az, hogy valahogy megmentsék, mert egyelőre az HBO, hát jó, mondjuk kétségtelen, nem nagyon volt rajta tartalom. Mondta már a Warner, hogy de hát ott volt a Boszorkányok, szerintem meg de hát azt nem látta senki, úgyhogy nem. Viszont ezzel tök érdekes, hogy ezzel paralel módon ott van a Disney, aki bejelentett egy valak sorozatot a Disney Plus-ra, bejelentett, hogy külön divízió foglalkozik innentől kezdve a Disney Plus-szal, és megmarad mellette a mozi, csak talán kicsit szorosabban fognak együttműködni, tehát esetleg lesz ráépülés a dologra. Például ugye jön az új Toy Story film, ahol mellette a Disney Plus-on fog futni egy sorozat is hozzá. Tehát ez például szerintem egy sokkal életképesebb üzleti szempontból. Csak ugye az írja felül a történetet, hogy a Warner már most mentő akcióban van, ami nekem azért fura egy picit, mert még indokolatlan ez a döntés. Tehát hiába indítanak el egy streaming szolgáltatót, ha nem adnak rá tartalmat, akkor nem igazán lehet azt elvárni, hogy arra az emberek előfizessenek. Egyébként, ha valakit érdekel a téma, akkor pont erről beszélgetünk, majd nem sokkal ezután, a videó után meg fog jelenni ugyanígy a PC Guru oldalán, és Gábor is részt vett ezen a beszélgetésen, ahol pont erről a mozik, illetve a streaming jövőjéről beszélgettünk, pont a Disney Plus meg a Warnernek a tekintetében. Pusztán egy érdekes megjegyzés, mert mégiscsak horror műsor, hogy elvileg jönni fog egy Alien sorozat is. A Disney bejelentései között ez is szerepelt. Egyébként azt gondolom, hogy ez várható volt. Tehát azért egy ekkora franchise-szal valamit kezdeni kell, és az Alien, illetve a Predatornak is egy ilyen örökbecsű problémája az, hogy ezek a filmek tulajdonképpen a mai számítások szerint már nem mennek igazán jól. Ráadásul, ami külön, hogy mondjam, érdekessé teszi a sztorit, hogy leginkább az amerikai közönség reagál rájuk negatívan. Így eléggé természetes útja volt az, főleg a mostani új rendszerben, hogy tévésorozat formájában valahogy újjáéledjen, és miután tulajdonképpen, hogy is mondjam, az általános vélekedés ellentétben a Hulu nem a Disney-é, de erős befolyása van felette, így ez tűnik talán a legjobb megoldásnak. Hozzátenném ugye, hogy
azóta már kicsit változott a dolog, mert közben a Disney azt is bejelentette, hogy meg fognak érkezni az RS tartalmak a Disney Plus-ra Európában, Amerikában pedig egy külön streaming szolgáltató lesz erre. És oda fel fog kerülni a Fox-nak a library-e. Tehát ugye eddig például sokan mondták, hogy az Alien filmeket jelenleg nem lehet streamen megnézni, ez elméletleg jövőre változik. Egyébként, hogyha már HBO és sorozat meg ilyesmi szóba került, akkor most én javaslom a megtekintését a 30 ezüstnek, hogyha valaki még nem nézte, nem kezdte el, mert az mondjuk egy elég érdekes kis sorozat, és ez ugye ilyen exkluzív HBO-s tartalom, ami ráadásul a premierrel együtt jutott el hozzánk is, egy jó kis spanyol okkult. Ilyen horror egyébként? Igen, igen, abszolút. Nézegettem az előzetes, de még nem álltam neki, azért kérdeztem csak. Néha egy picit fura, ilyen komikusba hajló egy-egy dolog benne, viszont összességében kifejezetten érdekfeszítő, meg vannak benne nagyon jó megoldások. Néha picit már ilyen, mint a hagyományos szappanoperák olyan stílusba is elmegy, de még megbocsátható szinten, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fut ki egyébként, mert így a harmadik epizód után még mindig vannak kérdőjelek. Jó, és akkor szokás szerint jöjjön egy-két születésnapos film. Hát ennyire friss, meg fiatal szerintem ritkán volt eddig, vagy nem is nagyon volt eddig, de most 20 esztendős a Dracula 2000, ami nálunk ugyan 2001-ben lett bemutatva, de hát Amerikában december 22-én 2000-ben, úgyhogy pont tökéletes az időzítés. És nem tudom, hogy mi a véleményetek, de szerintem amellett, hogy ilyen nagyon fura, már komikus jelenetek vannak benne, amik az akkori korszaknak így a tini horrorjaira reflektálnak, illetve azoknak a stílusát hozzák, emellett viszont vannak kifejezetten erős jelenetek is benne, amikor nem szúrják el így úgymond a dolgokat, és hát maga a sztori az, leginkább a végén a csattanó, hogy megváltoztatják a Dracula mítoszt, és itt azért én nem mondanám ki pontosan, hogy mi történik, mert hát, ha még valaki nem látta. Szerintem most már egy csomóan nem látták egyébként. Szerintem tehát ilyen nagyon ritkán van a horror műfajban, hogy egy bevált legendát így megkavarjanak úgy, hogy ez működik. És szerintem ez rohadtul működik. Szerintem is. Kifejezetten az adja meg a filmnek az erejét szerintem, hogy ott tesznek egy csavart a nem is várod, hogy valami teljesen más mítosz jön be. Egyébként megjegyzem, én sem láttam csak most, amikor készültem a műsorra. Tehát nem tudom, lehet, hogy ez akkor nagyon nagyot robbant, de én például tudtam, hogy létezik, de úgy nem számított nálam eddig az én mércém szerint kultfilmnek, de tényleg, főleg a vége jó, ezek a parodisztikus dolgok, amiket mondasz benne, tény, hogy van egy ilyen éle, de szerintem azért talán annyira ez a paródia vonal, ami a korabeli ilyen tini vámpír őrületeket próbálja kifigurázni, az szerintem nem biztos, hogy annyira éles. De egyébként jó film, tehát én például élveztem. Én nem. Én régen se szerettem annyira ezt a filmet, de bocsánat, de az tuti egyébként, amit Gábor mondott, hogy az egyetlen dolog, amire emlékszem belőle, az a vége. Tehát az tényleg egy nagyon érdekes megoldás. Azzal teljesen egyetértek. De valahogy én annyira magát a filmet nem szerettem. Hát szerintem se egy nagyon nagy eresztés ez a film, az az igazság. Úgyhogy ez mellett, egy Gábor mellett, vagy mármint Videodrom Gábor pártját fogom, hogy nem igazán jutott el a szívem csücskéig ez a film. A vége pedig, hát szeretem azt, hogyha egy jól bevált legendát megmernek fogni, és így egy másik síkra vezetni, úgyhogy én ezt így tök üdvözöltem, hogy bátran hozzányúltak a témához, csak úgy maga a film úgy nem akar összeállni. Így kevés szerintem önmagában a jó befejezés. Hát az biztos, hogy meglepő a vége egyébként, tehát ezt nem vonnám kétségbe. Nekem talán, nem tudom, a szereplő választások is voltak gondjaim őszintén szóval.
De meglepő. Az biztos, hogy meglepő a film. És az már azt gondolom, a mai világban az már egy rohadt nagy dolog. Mert azért nyugodtan mondhatjuk ezt egyfajta, hát jó, oké, 20 éves, de mégiscsak egy újabb generációhoz tartozó film. Legalábbis én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk rá ezt. Hát én ilyen szempontból egy kicsit avitnak éreztem. Tehát én meg nagyon ezt az ilyen 2000 körüli világot láttam benne, de hogy mondjak valami pozitívat róla. Például főleg a film második felében rengeteg ilyen fantáziakép van, ami szerintem baromi jól néz ki. Tehát az kifejezetten ilyen jó hangulatot ad. Kicsit gótikus, kicsit ugye a zenére is rámegy. Az például szerintem kifejezetten jó oldala a filmnek. Hát a soundtrack az egyébként zseniális, tehát ott a Panterától kezdve a Slayeren át nagyon jó kis dalok vannak, úgyhogy már csak azt érdemes meghallgatni. Én vagyok az egyetlen, akinél ez a metal dolog nem működik, ugye, a horrorfilmekben. Én valamiért ezt így nem igazán... Hát... Már amikor kijött tudjátok, melyik volt az, ami nálam ezt nagyon kinyírta, a Kározottak királynője. Az ugye nagyon erre épült igazából a zenére, és ott az nálam így elvágt. Nem, valamiért nálam nem illik. Meg így össze is nőtt, azt hiszem, a vámpírkultusz ezzel a metálos zenével, nem? Egyébként annak a filmnek, amit mondasz, szerintem pont ez volt az egyetlen értékelhető pontja. Szóval. Igen, ez most csak nálad van, szerintem. akkor jó. Nem egy jó film, de azért megmondom őszintén, hogy szerintem a soundtrack az rohadt jó lett. És az emlékezetesebb sokkal, mint a film. De gondolom... Nem tudom, valahogy amikor felcsendül egy ilyen zene, hogy magában a metal, nem annyira hallgatok metalt, inkább ugye a punk hardcore fele húz a szívem, de azt se szeretném hasonlítani egy ilyen filmbe. Valamiért nem felcsendül egy ilyen zene egy horrorfilmbe, és így kilóg nekem az egész storyból. Tehát valahogy sos állt jól az én szemembe egy horrorfilmnek a metal zene. Szerintem lehet, hogy visszaváltunk hármas beszélgetését. Utáljuk a punkot. De egyébként tudtok még olyan filmet, tehát horrorfilmet, ami egy klasszikus mitoszt így kifacsar egy másik irányba vezetve? Tehát, hogy mit tudom én, volt például ugye a Life Force, az életerő, aminél a vámpíroknak a mitoszát, megint vámpír, a vámpíroknak a mitoszát, legendáját, azt a földön kívüli fajra vetíti. Mi volt még, ami ilyen? Hát én nagyon próbáltam gondolkodni az adásra készülve, és ilyen mértékű csavart most így nem is tudnék mondani. Igazából két vámpírfilm jutott eszembe, az egyik a Hétköznapi vámpírok, ami végül is csavart egyet azért az egész, de az is inkább stílusában csavart egyet az alaptörténeten. A másik, ami szerintem egy kicsit érdekesebb ilyen szempontból, az a Tim Burtonnek az Éj sötét árnyék című alkotása, ami egy klasszikus vámpír történetet egy nagyon más korba és nagyon más karakterek közé helyez, és nagyon-nagyon jó a színészi játék benne. Tehát ott kifejezetten ki kell, hogy emeljem elsősorban a Michelle Pfeiffer, de ugye szokásos, Helena Bonham Carter, Johnny Depp, tehát például ilyeneket tudnék mondani, de ami ilyen mérvű változtatást hajt végre egy mítoszon, az nem igazán jut eszembe. Hát... Ha nagyon izé akarok lenni, akkor mondhatnánk a Night of the Living Dead-et, mert az volt az, ami megreformálta a zombi kultuszt, ugye a haiti voodoo kultuszt, és csinált belőle egy vírust, mondhatni így a mainstreambe, ez emelte így be ezt. Lehet, hogy akkor lehet nagyobbat ütött, mint most nyilvánvalóan, de szerintem az például kiforgatott. Lehet, hogy most még nagyobbat ütne a vírus dolog. Egyébként én nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, amikor valamit nagyon kifordítanak. Tehát például a Dracula 2000-ben pont ez a csavar, ez nagyjátette a filmet, vagy legalábbis jól sült el. De én például az ilyen külön univerzumoknak a keverését, tehát például Alien vs. Predator, nem igazán szoktam díjazni. Nem tudom, az nekem valahogy úgy nem szokott működni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele.
Ezeket én is nagyon kedvelem egyébként, amikor összereztenek ilyen különböző univerzumokat. Még az Alien vs. Predator-val jel vagyok, de amikor már belemennek, most úgy akármilyen, összehoznak akármilyen képregény karaktert egy teljesen más hangulatvilágú, másik film karakterrel, az valahogy nálam sem működik. Pedig a reneszánszát éljük ennek szerintem, tehát hogy így szerintem szépen lassan hozzászokhatunk ilyenekhez is. Abszolút. De mondjuk szerintem talán egy se volt olyan, ami igazán jó lett volna, akár anyagilag, akár így közönség szerette volna nagyon. Hát a Freddy versus Jason mondjuk az szerintem az egy olyan mocskos nagy őrület, hogy ott belefér kb. Hát szerintem ott a, de az annyira poénra van véve az a film, hogy mondjuk ez szerintem a rendező érdem, hogy felismert, hogy ezt komolyan fölösleges, tehát úgy kár is neki állni. Jó, hogy nem kezdtek el utána még belevonni Michael Myers-t is, meg ez ilyeneket. Szó azért volt róla. Tudtam, hogy felmerült valakinek a fejébe, de borzalmas lenne szerintem, tehát hogy összehozni ezeket az univerzumokat. Azért azt hozzátenném ez a sztorihoz, hogy azért erről vastagon tehetnek a producerek, mert azért a legtöbb franchise-ot ők saját maguk alázták meg néhány filmmel. Nyilván a pénz beszél, tehát hogy úgy igen, is lesz, tehát hogy ember, aki megveszi a mozi jegyet. Hogy úgy fogalmazzak, azért a Halloween-nál már nem biztos, hogy olyan nagy gáz lenne, hogyha éppen mondjuk, nem tudom, valamelyik horrorikonnal kevernék egy új filmbe, mert ahol már az a sorozat eljutott a végére, azt gondolom, hogy szerintem belefér. Szerintem már az első folytatás borzalmas volt a Halloween-nál, de... Én még az elsővel vagyok leginkább fogyasztható. Tehát én még arra mondom leginkább, hogy fogyasztható a többihez képest. Mármint a második része úgy értem, tehát az első folytatás. Az a problémám általában az ilyen crossoverekkel, hogy ezek tipikusan olyan hősöket engednek össze, akiknek egy saját univerzumuk van, amikben ők a leghatalmasabbak, és minden köréjük épül, és aztán ezeket az ilyen mindenható figurákat egybe tenni, tehát hogy úgy valahogy pont ugye a komolyan vehetősége, a lényege veszik ki ezáltal, szerintem. Tehát nekem ez a legnagyobb problémám azzal, amikor összeeresztenek különböző karaktereket. A Halloween-nak meg szerintem, főleg most így a legutóbbi próbálkozás után már nem kéne szerintem semmilyen folytatást adni. Hát még lesz kettő, úgyhogy remélem utána már tényleg békében hagyják nyugodni szerencsétlen Michael Myers-t, mert... De egyébként meg ez ilyen crossoverekre visszatérve meg az, hogy miket művelnek egyes univerzumokat. Tehát jó, nem horror kifejezetten, de például nekem rossz volt nézni, amit például a Marvel a sok-sok év alatt a Conan-nel csinált, például Conan karakterével, mert az szerintem gyalázat, ahova eljutottak. Tehát, hogy ott már összeresztették a Wolverine-nel, meg mindenkivel, aki létezik a Marvel képregényes univerzumba. Tehát ez szerintem például borzalmas, hogy ilyeneket megengedhetnek maguknak. Egyébként az érdekes, amit mondasz, mert valahol, persze ez csak az én véleményem, de valahol nem is értem, hogy a Marvel, mint képregény kiadó, mi a hóviharnak ragaszkodott a Conan jogokhoz. Tehát, mert ha jól tudom, az eredetileg nem az övék volt. Én nem tudom, mióta... Úgy kerültek vissza hozzá, vagy hogy nem tudom, tehát hogy hozzájuk kerültek a jogok, bár ha jól tudom, akkor volt már olyan időszak, amikor a Marvel forgalmazta a Conan képregényeket. Nem tudom, csak azt tudom, hogy a klasszikus Conanok az nem Marvel-es cuccok. A képregények. És most lett ez ilyen új dolog, hogy ők a forgalmazók, és fogalmam sincs, hogy miért ragaszkodtak ehhez. Annyira nem fér bele a cég, hogy is mondjam, profiljába, főleg a régi Conan képregények alapján, ami alapján megszerették a rajongók a karaktert, hogy nem fogalmas is, miért ragaszkodtak hozzá. Nem tudom, hogy a mai manapság mennyire népszerű karakter, töltelék karakter igazából szerintem a mostani képregényekbe Conan, tehát nem, saját sorozata biztos nincs már nagyon jó régóta. Én most egy kicsit visszatéríteném megint a beszélgetést az eredeti medrébe, mert hogy eléggé elkezdtünk eltávolodni, ha nem probléma.
Nem. Tehát, hogy a klasszikus mitosz elterelős dolog, farkas emberek például, vagy valami hagyományos szörnyetek terén nem emlékeztek semmi olyanra, ami így akár az eredet történetét megváltoztatja, akár azt, hogy mondjuk a farkas ember az nem, mit tudom én, egy harapás hatására átalakul, hanem például, mit tudom én, tényleg, akkor már ott van a rek. Ami például egy egész jó csavart vitt bele szerintem a zombis mitoszba. Ez igaz, mondjuk ez igaz, az tök jó volt. Az tetszett, az jó ötlet volt. Igen, először néztem, először így ilyen kis rossz ízzel álltam fel, és aztán minél többet gondolkodtam rajta, előbb rájöttem, hogy de ez így kellett bele. Azt hiszem. Ja. Nekem meg ezzel jutott eszembe az XTRO, hogy az meg ebben a földön kívül is megszállós dologba azt gondolom, hogy egyedülálló. És ezzel a, nem tudom, alakfelvétel, na mindegy, szóval nem akarok poénokat lelőni, de én abban a filmben pont azt szeretem, hogy az olyan, amilyet még nem láttam, meg azóta se. Nagyon. Egyébként, hogyha már ilyen megszállós dolog, akkor szerintem így a társaság is egy picit ilyen dolog szindrómában szenved, és ahogy így terjednek a Gáborok, előbb-utóbb Marci is átalakul majd. Szeretnéd? De Gábor vagyok szerűtve. Csak így eszembe jutott. Bocsánat. Én kérek elnézést. Hát figyelj, vámpírá egyébként szívesen átalakulnék, ha lenne erre lehetőség. De úgy de tudom, Gábor, hogy... Nem. Gábor, ez nem. Egyébként szerintem minden farkas embernél szinte minden olyan film, amiben önmagától képes átalakulni, ott az már így csavart egyet a dolgom, mert ugye originálban farkas emberek azok, mondhatjuk azt, hogy áldozatai annak a betegségnek, amiben szenvednek. Legalábbis szerintem az volt az eredeti történet, úgyhogy akármelyiken modernebb, Underworld, de például ott kedvük szerint alakították azt hiszem a formájukat, ha jól rémlik. Igen, láttam. Igen, szerintem is egyébként. Mondjuk a farkasemberen annál többet nem csavartak szerintem a farkasember mitológián. Max annyit a vámpír meg a farkasemberen, mint az alkonyat széria. Csavart rajtuk. Ki csavart? Csillogtak a vámpírok. Na hát végül is az újítás. Az elég jó csavar volt, igen. Igen, tehát azért ne vonjuk el az érdemeit. Egyébként nekem most tudom, hogy ez ilyen nagyon mainstream dolog, de most például a Penge 2 jutott eszembe, hogy ott ez az egész vámpiros felépítés, meg ezek az újszerű vámpirok, meg a vámpír kommandó, tehát az is megint valami olyan megközelítés, ami szerintem még előtte nem volt. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire jött a képregényből. Hát azt én se. Azt én se. Azért nem tudom, mennyire volt ennek szilárd alapja, vagy mennyit tett hozzá Del Toro. Carpenter vámpirok. Ott is azért van egy kicsi, például ott ugye az egyház, nem tudom mennyire volt ennyi előtte témában, filmekben, hogy az egyháznak vannak külön emberei arra, hogy vámpirokat vadásszanak le, vagy akkor, hogy hogyan tud tovább fejlődni a vámpira, hogy ugye, hogy napon járjon, tehát, hogy ugye megvan a fővámpírnak a terve erre. Valami talán. Igen, tehát, hogy az is valamennyit talán csavart ezen. Hát az jó pofa film volt, én nagyon szeretem amellett, hogy sokan utálják, szerintem tök jó hangulatos vámpír western, de nem mondanám, hogy olyan nagyon nagyot csavar egyébként a mitoszon. Legalábbis nekem nem volt olyan érzésem, de persze lehet. Az a helyzet, hogy nagyon nem tudok olyat mondani, most gondolkodok például a Frankenstein doktor filmeken, hogy volt-e valami olyan, ami tényleg nagyot csavarta a dolgon, de ott se nyúltak hozzá igazán az alaptörténethez. Nem, hát alapvetően egyébként a horrornak megvannak a bejáratott szabályai, meg legendái, meg ilyesmi, és egyébként nekem pont ezért is nagyon szimpatikus az, amit például a Dracula 2000-nél így megpiszkáltak, és hogy jó érzékkel, tehát hogy azért ezt nagyon el lehetne szúrni, de az ott nagyon jól sikerült, úgyhogy lehet, hogy a film terén így a minőségben megvannak a különböző vélemények, meg álláspontok, de maga az ötlet az mindenképpen, én azt mondom, hogy ez egy tisztelendő dolog volt.
Igen, nekem is pont ezt tetszett az egészben, hogy egyáltalán nem lóg ki a csavar. Tehát, ahogy mondtad, hogy egy ilyen nagyon rosszul is elsülhet. Ehhez képest pont, hogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen érdekes magyarázatot ad végül is. Jó. Másik születésnaposunk. Mert hogy van még egy, az 50 éves. Az nem 20 éves, az már 50 éves, úgyhogy ez egy picit nagyobb korkülönbség. És ez I Drink Your Blood, I Eat Your Skin, ez ugye ez egy ilyen klasszikus, hát Grindhouse film, elég erősen, nagyon sokat ehhez nem lehet hozzátenni, abszolút a 70-es évek stílusát hozza már, viszont elég brutális ahhoz képest, hogyha csak egy szimpla Grindhouse filmként nézzük, meg ahhoz képest, hogy azért ez nem egy nagy költségvetésű, nem tudom milyen mű, nem véletlenül kulcs státuszú, hogyha azt vesszük. Én a mai napig néha így hidegrázást kapok tőle. Én gyerekkoromban láttam, megmondom őszintén, így videókazettán veszettek felirattal, mert hogy az volt a kazettán a felirat narrátorosan, vagy eredeti nyelven, már nem tudom. És hát elég komoly rémálmokat okozott. Na hát körülbelül én is akkor láttam, viszont azt hiszem, hogy a különbség az az, hogy én azóta sem. Hát azon kívül, hogy nagyon véres, én úgy kb. Semmire nem emlékszek belőle. Ezt megmondom őszintén. Nekem pedig pont ez már az a fajta film, ami kicsit sok, azt hiszem. Tehát nekem nem igazán a szívem csücske. Például az I Drink Your Blood, vagy a hasonló Grindhouse produkciók, amik tényleg ennyire szélsőségesre veszik a kegyetlenkedést. Úgyhogy én nem nagyon tudok pozitívan nyilatkozni sajnos erről a filmről, a magam részéről. Na, most fogok átalakulni Gábor rá, mert én meg a Böjtihez csatlakozom, hogy szerintem, meg pont, hogy nagyon... Jó, nyilván egy Grindhouse filmnek vannak bizonyos sajátosságai, ami sok mindenkinek nem jön be, meg színvonalában is nyilván lehet így külsőségeiben azt mondani, hogy nem... A-kategóriások ezek a filmek, de én meg pont ennél a filmnél pontosan ugyanígy voltam, hogy ez szerintem eléggé ütős. Tehát rám is kifejezetten hatást gyakorolt, ami szerintem úgy általában a Grindhouse filmeknek ugye az alapja, hogy valamilyen hatást gyakoroljon. Bár zárójelesen felteszem a kérdést, hogy vannak szerintem olyan filmek, amiket... Grindhouse-hoz szoktak sorolni, holott szerintem kifejezetten kifinomultabb A-kategóriás vagy A-kategória felé hajló, például Cannibal Holocaust, például Utolsó ház balra. Ezeket ti mennyire tekintitek Grindhouse filmeknek? Szerintem azok. Még a Texas-i láncfűrészes mészárlás első részét is annak tartom. Szerintem teljesen beleillik a Grindhouse-hoz. Mennyire az, hogyha azt vesszük? Akkor sőt, sokan, mondjuk ezzel már vitatkoznék, de sokan még a Halloween első részét is annak tartják, de ez már szerintem nem teljesen. De a Texas-i láncfűrészes első része az szerintem simán az egy ilyen egyik legjobb Grindhouse film, mondjuk azt így a műfaj csúcsa. Oké. Szerintem azért, na jó, nem tudom mennyire kéne, hogy degradáló legyen maga a kifejezés. Szerintem nem az egyébként. Lehet, hogy nekünk nem, de alapvetőleg van azért maga ezt így kimondva e mögött van szerintem valami. Legalábbis annak idején Amerikában volt ennek egyfajta negatív utóhangja, mondjuk így, hogyha valamire ezt mondták. Nem tudom. Ha így nézzük, akkor persze beletartozhat. Én nem arra gondoltam, hogy nem tartozhat bele, csak azt gondolom, hogy hosszú távon ezeknek a filmeknek, az Halloween-nak, meg a Texas-inak messze nagyobb a jelentősége ennél. Én a Texas és a Halloween-t azt nem érzem annak, vagy nem tudom, nekem az olyan szinten kevés, amit egy Grindhouse-tal elvárna az ember, de a Texas-i az nálam még belefér, meg persze én nem tekintek negatív jelzőként így a Grindhouse cinemára, csak ja, mondjuk lehet, hogy valakit ez meg pont így rosszul érint, hogy valamit Grindhouse-nak nevezünk, amit többre tart annál. Igen, én ezeket itt húznék egy ilyen választóvonalat. Tehát, de nem azért, mert hogy ami alatta van, azt nem szeretem, hanem azért, mert szerintem
eltekintve attól, hogy kis költségvetésből készültek bizonyos, szerintem A-kategóriás filmek, azok mégiscsak A-kategóriás filmek az én szememben. Tehát nekem azért a Grindhouse-hoz hozzá tartozik az, hogy úgy nem akar nagyon tartalmilag sokat mondani, hanem inkább mocskos szeretne lenni, és van még egy nagyon fontos vonás, hogy szerintem ami műfajilag nagyon tiszta, az nem lehet Grindhouse. Tehát nálam a Grindhouse-sághoz hozzátartozik az, hogy mindenféle műfaji elemeket olyan jó B- meg C kategóriás módon össze-vissza lopkodunk, és megpróbálunk összegyúrni. És mondjuk egy texasi láncfűrészes, vagy egy Halloween, az nekem túl tiszta műfajilag ahhoz, hogy Grindhouse-nak tudjam nevezni. De mondjuk ez csak az én mércém, persze. Hát, meg alapvetőleg szerintem az ilyen Grindhouse filmek, ahogy te is mondod, valahogy azért úgy a velejéig lévő eredetiséget azt nélkülözik. És lehet azt mondani, hogy persze a Halloween-nek, meg a Texas-nak is megvolt a maga előzménye, sztori szempontjából lehet, de azért filmes eszközök, technika, vagy éppen a Halloween-ban lévő operatőri munka az újat mutatott. Tehát ott azért abban nagyon sok finomság, igen, van. És erre nem, most kicsit csúnyán fogalmazok, a Grindhouse producerek és rendezőknek erre nem feltétlenül volt igényük. Tökéletesen egyetértek. Halloween az nálam se, tehát nálam is sántított, amikor így olvasgattam, de van, aki tényleg annak tartja. De például ott van a Maniac, az szerintetek belefér a Grindhouse kategóriába, vagy? Na, azt szerintem már inkább. Mert ez ilyen erős határos, szerintem. Igen, de azt jobban el tudnám fogadni, mint a Texasi vagy a Halloween-t. Mert igen, azért az mégiscsak azért érezhetően egy piszkossága van a filmnek. Most ezt nem tudom szebben mondani. Én nem degradálni akarom a Texasit, de szerintem annak is megvan a maga Grindhouse-hoz méltó piszkossága. Mocska, igen. Tehát, hogy... Csak más a mögötte lévő dolog. Tehát azért az szerintem egy fontos különbség, hogy a Maniac az nem azért néz ki úgy, mert úgy akarta a rendező, hanem azért, mert ilyen filmre volt pénzük. Na, pont ez a lényeg szerintem. A Texasinál koncepció. Tehát ott ez, szerintem ez óriási különbség. Na, ez az szerintem is, hogy az egyik esetben egy művészi húzást látok, ami tehát művészileg indokolt az, hogy a texasi úgy néz ki, ahogy, meg olyan a történet, amilyen, meg úgymond piszkos, de az egy művi piszkosság szerintem. Tehát én mondjuk Grindhouse filmnek, én mondjuk olyat tartanék, mint mondjuk van ilyen, hogy Girl from Starship Venus, vagy Pompom Girls. Igen, azok, oké, azok. Tehát én ilyenekre gondolok elsősorban. Satan's Child Leaders, meg ilyenek. Azért visszatérve itt az I Drink Your Blood-ra, tehát, hogy itt van egy olyan rendezőnk, aki lényegében semmi más nem alkotott, vagy amit alkotott, az nem volt jó, majd utána átment a meleg pornóra. Mert ugye David L. Tehát folytatta az addigi tevékenységét már, mint abban a tekintetben, hogy ami semmire nem... Igen. Hát sok minden nem tett le az asztalra, ami maradandó. Úgy, de, erre értettem, hogy folytatta továbbra is. Szegény, nyugodjék békében, tehát hogy nem hagyott semmit. Egyetlen egy filmet hagyott hátra, ami tényleg, hát azért horror körökben emlegetett darab, elég szép kiadásokat is megért, azért külföldön tényleg nagyon jó verzióban, én is megrendeltem annó az extra verziót, és nem bánom egy percig sem, tehát miután megnéztem újra Blu-ray-en, csak örülök neki, és tényleg egy maradandót alkotott ezzel az egy filmmel, miközben egyébként emlékszik valaki bármi olyan horrorfilmre, ahol központi szerepet kapott maga a veszettség? Hát a nézőt. A Cronenberges Brood. Nem, bocsánat, Rabbit. Rabbit. Igen. Volt az, volt esetleg a Dühöngő majom, amiben valami hasonló meg van. Hát a Romero-s Crazies. Ja, tényleg a Crazies. És akkor így nagyjából ezzel talán ki is fújt, nem? Nem, körülbelül igen. Tehát, hogy azért ez nem egy olyan téma, amit így a horror műfaj újra és újra elővesz,
van egy-két ilyen, egy ilyen ritkább különlegesség, és akkor ennyi. Ráadásul ezek is nagyjából így a 70-es évek környékére korlátozódnak. Hát szerintem alapvetően az ilyen nagyon túlzó, extravagáns dolgok, akár legyen szó szexualitásról, akár alvilág, mocsok, piszok, ezeket általában akár a legművészibb módon is, de sokszor egyáltalán nem művészi módon, leginkább abban a korszakban jelenítették meg. Tehát most így, ha Grindhouse filmekre gondolok, akkor egyértelműen a 70-es évek ugrik be, és azért azon kívül nagyon nehezen tudnék mondani ilyen igazi, tipikus, vegytiszta Grindhouse filmeket. Jó, hát persze a Grindhouse maga a műfaj, az a 60-as, 70-es években ment leginkább, úgyhogy az egyértelmű. Várj, most utáni fogtok, de megint megkérdezek egy filmet, hogy szerintetek illik-e a Grindhouse-ba, mert még ez is talán a belefér a kategóriába, az a Night of the Living Dead. Szerintem nem. Nem? Abszolút nem. Szerintem sem. Mert olyan szinten megújító, hogy... Na most, szerintem itt a Gábor... Megkérlek szépen a hallgatók kedvéért, csak azért, hogy tiszteljen dolog, hogy pontosan mondd el nekik, hogy mi az a Grindhouse. Mert nem tudom, lehet, hogy itt most dobálózunk valamivel, amit sokan nem értenek. Szerintem legalábbis nagyon sokan nem. Hát nálam alapvetően ugye a Grindhouse, az egyébként ezen lehet vitatkozni, tehát... Ezért akartam megkérni, hogy legalább mi tisztázzuk, hogy mi miről beszélünk. Igen. Nálam a Grindhouse az a 60-as, 70-es években leginkább, tehát én azt mondom, hogy leginkább, mert van előtte is, utána is, de inkább utána, de leginkább 60-as, 70-es években jellemző, a részben autós mozikban, részben pedig az ilyen sötét kis mozikban, eldugott helyen lejátszott, akár szexel fűszerezett, akár önmagában erőszakfilmek rendszere, amik az exploitation-től a sexploitation-en át a szintisztább horrorig működnek, de még sok esetben akkor is keverve, viszonylag kis költségvetésből, nagyon erősen az ösztönökre összpontosítva, és a többi kisebb színészekkel. Lényegében a legfontosabb tartozékai talán ezek. Ne haragudj, bocsánat, csak hogy folytatólagosan. Nem azért mondom, mert rossz lenne, amit mondtam, mert tökéletesen igazad van, csak hogyha ezt a feltételrendszert nézzük, amivel egyébként egyetértek, akkor a művész filmeknek az a, mondjuk így, hogy megfogalmazás, hogy amit a művész mozikban játszanak. Hát, nem azért mondom, mert rosszul mondta, csak fura ez a Grindhouse kifejezés, mert tulajdonképpen az, ami leginkább jellemző ezekre a filmekre, hogy ilyen mozikban játszották őket. Oké, alacsony költségvetés, de mindegyik művész mozi alacsony költségvetésű, a legtöbben kezdő színészek vannak, vagy nem felkapott színészek. Tehát ezért gondoltam a párhuzamot, hogyha csak arról beszélünk, és csak azt próbáljuk ráhúzni erre a dologra, hogy hol játszották, akkor igen, én is azt gondolom, hogy akkor persze sokkal tágabb a történet. Hát de nem, mert ugye hozzátettem, hogy azért ez többnyire az erőszakra, illetve a szexre épül, tehát hogy ezek az úgymond alantas... Hát akkor a Halloweennek mi köze hozzá viszont? Én nem mondtam, hogy ezt csak láttam listában. Hát, oké, csak mondom, hogy aki beleírta a listába, annak az mit gondolt, mert se nagyon erőszak nincs benne, se szex nincs benne. De például a Night of the Living Dead-nél így... Abba sem nagyon. Amit a Böjt elmondott, ott pipálhattuk volna végig, tehát hogy a belsőségeket zabálnak ki a zombik az emberekből, kis költségvetés, éjszakai mozikba játszották, ezeket itt full pipálhatnánk ki, tehát ha úgy nézzük, akkor még jobban beleillik a Grindhouse-ba, mint mondjuk a Halloween. Tehát a Halloween az nem az szerintem se, például, de csak láttam. Azért csak mondjuk most itt felmerült bennem, például előbb elhangzott a Cannibal Holocaust. Na most, én szerintem a Cannibal Holocaust egyetlen egy dolog miatt Grindhouse film, mert Amerikában a Grindhouse mozikban játszották, semmi másért. Hát attól szerintem nem lesz Grindhouse egy film, hogy beleket zabálnak ki emberekből. Tehát, hogy ez önmagában, nem tudom, így tök jó, amiket mondtál, Böjti, ez szerintem így összességében igaz. De egyébként nem csak az ilyen nagyon hatásvadász, ilyen szexuális megerőszak elemeket kell idevenni, hanem
az előbb említettem, hogy itt nagyon sokszor teljesen különböző műfajokat hoznak be, de tipikusan nem annyira magas presztízsű műfajok, mint például a horror, de sci-fi, kung-fu filmek, mindenféle bűnügyi tematikák, tehát hogy ezeket próbálják keverni, és pont ahogy a Gábor mondta, hogy sokszor, vagy hát leginkább eredetiséghez nélkülözve, tehát azt el lehet mondani, hogy sokszor kísérleteznek ezek a filmek, mert ha már kicsi a költségvetés, legalább legyen érdekes, de azért nem túl eredetiek, és nem túl művésziek, mert ha meg csak pusztán azt nézem, hogy erőszak, meg szexualitás, akkor ilyen alapon a Taxisofőr is egy grindhouse film. Tehát hogy szerintem nagyon fontos az, hogy kifejezetten egy ilyen tipikusan nem A-kategóriás rendezői gyakorlat, vagy produceri gyakorlatról van szó, amikor ilyen hatásvadász filmeknek az elemeit megpróbálom összefoltozni, és abból nagyon látványos filmeket eladni, amiket tényleg valóban aztán csak bizonyos külvárosi mozikban játszottak. Teszem hozzá, Amerikában ez a hatalmas divat volt, tehát hogy külön voltak pornómozik is, ami tudom, nagyon más, mint a művészmozik. Nem tudom, Gábor, neked van-e ilyen kiadványod, nem biztos, hogy jól emlékszem rá, de mintha beszéltünk volna erről, hogy egy időben megjelentek ezek a Grindhouse trailer gyűjtemények. Van, igen, van egy pár. Mi az érdekesebben egyébként, hogy rettenetesen sok nem amerikai film így került Amerikába moziforgalmazásba. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy csomó ázsiai film esetében nem feltétlenül arról van szó, hogy ezek gagyi filmek, bár hozzátenném, hogy angol szinkronnal megnézni egy öt ninja elemet, az meglehetősen csökkenti a film színvonalát, de itt nem feltétlenül erről van szó. Egyszerűen csak ezek a filmek így tudtak bekerülni az amerikai idézőjelben közönség elé. Szóval én teljesen egyetértek azzal, amit te mondtál, én is ezt mondanám megfogalmazásnak, csak felmerül bennem az a kérdés, hogy valójában nem a kritérium legfontosabb pontja az, hogy erőszak vagy vér, de mégis inkább az, hogy ezekben a mozikban játszották, hiszen erről kapta végül is a nevét. Ez elég vékony jégen sétálunk szerintem. Persze, nagyon nehéz megmagyarázni, vagy meghatározni. Közben itt megnyitottam, hogy például a Tarantino-nak mik a kedvenc Grindhouse filmjei. Hát ő meg abszolút ezekről, amikről beszéltünk, a texasi, a Night of the Living Dead, Halloween, ilyeneket is közé sorol, sőt, még az Argento-féle Suspiriát is. Szóval, nem tudom. Én értem, csak az a bajom, hogy ez egy olyan műfaj, hát az ez egy stílus húzás. Inkább, ez nem olyan, műfaj. De azért nem nevezhetjük stílusnak, mert szerintem mégiscsak a rengeteg kritérium közül az a legfontosabb, hogy ezekben a mozikban játszották ezeket a filmeket. Tehát akkor nem beszélhetünk egy stílusról, mert valójában például egy olasz alkotó, lásd Argento, amikor a Suspiriát csinált, akkor vajon gondolkodott az, hogy vajon Amerikában hol fogják játszani a filmemet? Rohadtul nem. Tehát, de az amerikai alkotók igen. Tehát az amerikai alkotók viszont tudták, hogy ott fogják játszani, és kifejezetten annak a közönségnek készítették. Igen, de akkor viszont azt mondanám, hogy talán inkább azok testesítik meg a Grindhouse-t, amit amerikai alkotók kimondottan erre a mozis vonulatra készítettek. És ez mondjuk akkor már nem feltétlenül igaz a Kannibál holokausztra, de mondjuk szerintem a Halloweenre se. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy a Carpenter az ilyen, amikor megírták a forgatókönyvet, meg elkezdtek gondolkodni, akkor az volt a célja, hogy csak kizárólag Grindhouse mozikban játsszak. És egyébként szerintem a Halloween nem is csak ott játszották. Ezzel egyébként egyetértek, tehát a Halloween-en látszik, hogy többet akartak attól a filmtől, mint egy ilyen sima Grindhouse filmtől, hogy jöjjön, hozzon egy kis bevételt. Tehát azon látszik, hogy foglalkoztak vele, értünk hát, ezekbe. Meg arról nem is beszél egyébként, hogy azért nem is feltétlen annyira, hogy is mondjam, filléres film a Halloween. Tehát azért jó, tudom, hogy ez ilyen nagyon nagy trivia, hogy milyen kevésből készült és mennyit hozott, de azért ha megnézzük egyébként Grindhouse filmnek, ami kimondottan olyan film, tehát ilyen Boss-Nigger típusú filmek, akkor azt látjuk, hogy ezeket ilyen 50-60 meg 100 ezer dollárból készítették eleve. Mert tudták, hogy kb. 20 moziban fogják játszani. Néztem egy interjút a Maniac rendezőjével, ő mondta, hogy annyi pénzből csinálták, amennyi hármuknak volt
Így, na, hát... így összeálltak. Tehát így valami 48 ezer dollárt mondott, és akkor még egy kis támogatással ládogtak pár tízezer, de valószínűleg valami 48 ezer dollár volt az alapinduló tőké a Maniacnek. Amik ahhoz képest meg egész jól néz ki egyébként. Sabini bácsi kitett magáért. Igen. Főleg a saját halálánál. Az valami baromi jól néz ki. Csak egy utolsó kérdés, hogy akkor nektek mégis mi a kedvenc Grindhouse filmetek, ami szerintetek Grindhouse? Hát tavaly jött ki az Eddie Murphynek, biztos emlékeztek rá, ez a My Name is Dolomite című filmje, és én utána vettem a fáradtságot, és megnéztem az eredetieket. Zseniális, zseniális. Tehát a Dolomite filmeket azt mindenkinek ajánlom. Ez szerintem vastagon Grindhouse, saját maga csinálta a csávó saját pénzéből. Ilyen, hát ilyen blaxploitation típus meg sexploitation keverék, rettenetesen szórakoztató. Hát a rendszeresen belógó mikrofonok, összedőlő díszletek, én mindenkinek nagyon ajánlom. Hát, hogyha a Texas-it lehet Grindhouse-ba sorolni, akkor nyilvánvalóan, mert az úgy alapból nekem top 3-as film. Egyébként akkor legyen a Maniac, ami szerintem baromi jó film, és illik rá a Grindhouse. Nálam, hogyha így nagyon a mocskókban akarok, akkor az ilyen Ilza és thriller, cruel picture jellegzetű dolgokat, vagy jellegű dolgokat mondanám, de amúgy meg, hogyha kifejezetten horror témakörben, akkor ezt az I Drink Your Blood. Hú, az Ilza az jó, arra emlékszem, az jó tud. Az a She-Wolf? Azaz. Oké. Jó, rendben. Hát meg Szibéria, meg ilyesmi, igen. Meg van az másik, az SS Experiment Camp. Az is nagyon jó. Jó, és abban nem menjünk bele, szerintem. Ezek mind igen mély művészeti értéket képviselnek. De... Az SS az 10-én, az 88 Films ki is adta. Hát, meg nem is csodálom, van. Nem csodálom. De az Islát azt nem. Azt is kerestem. Szerintem az is megjelent, Gábor szerintem jobban megjelent, tudja, mint én. Megjelent, de... csak az 88-nél nem. Valamiért úgy emlékeztem, hogy az 88-nél, de ott csak az SS Experiment Camp van, ami megvan, de... Az Islát is kerestem, de az csak ilyen a németül találtam, meg a trilógiát, azt hiszem. Hát az Ilza... Az mennyire? Tisztobozban megjelent a gyűjtemény, az nekem az van meg például DVD-n. Ja, ami már meg is van. Jó. Hát ez még ilyen elég régi megjelenés. Azt tudom, hogy nem mostanában jelent meg, nézegettem őket még annó. De nálam is listám van egyébként, hogy be kéne szerezni. Egy német kiadást láttam, ami elég jól nézett ki. És ne haragudj, nekem ez a nappoénja az Ilza német szinkronna, tehát ez kész. Ez zseniális egyébként. Kicsit ízléstelen, de azért csak tessék. Marci? Nagyon gondolkodom, mert ha minőséget nézem, akkor talán a Coffee-t kéne mondanom. De mondjuk, ha személyes kedvenc, akkor a már említett Girl from Starship Venus személyes kedvenc. De nagyon sokat tudnék mondani, tehát én kifejezetten szeretem egyébként a Grindhouse-t. Hát ez a vonal, például a Coffee, az egy nem egy rossz film. Tehát azért az tehát ez a vonal, ez meg úgy értéket is képvisel valamilyen szinten. Igen. Na, az nekem pont egy ilyen határeset, hogy még inkább Grindhouse, mint nem. De nem az a tipikus Grindhouse. Igen, csak mondjuk, amit én mondtam, hogy szerintem rohadt szórakoztató a Dolomány, de mondjuk az egyik legpoénabb, amikor látod, hogy a díszlet a háttérben egy remeg rendesen és életéért küzd, hogy ne dőljön össze. Addig mondjuk a Coffee az tényleg az nem ilyen szinten szórakoztató, mondjuk így akkor. Most azon gondolkoztam, hogy egyébként a Toxic Avenger, azt lehet ide mondani? Hát azért, ahogy a születetgyilkosokban mondták, a királyt nehéz megverni. Mert hát, a Toxic Avenger akkor az nálam trónfosztó lenne a kedvencnél. Igen, de az már a DVD. Tehát hát, szerintem igen, az már egy másik. Igen, pedig. Az azért film. Egyetértek. Na, szerintem akkor menjünk is tovább az ünnepekre. Így a jó kis náci PlayStation és a többi után.
Megadtuk a karácsonynak így az alaphangulatát. Karácsonyi horrorfilmek. Hát a legalapabb az szerintem, hogyha a Fekete Karácsonyt mondjuk, annál karácsonyi horrorfilm nagyon kevés van, meg a Szörnyecskék. De hát azért vannak még egyéb filmek is, mint mondjuk a Duel, a Good Night, a Silent Night, Deadly Night sorozat, van a Deadly Games, mondjuk az nekem annyira nem tetszett. Tudtok olyat, ami nem annyira közismert, de valamiért így közel áll a szívetekhez? Én nemrég néztem egy filmet, és karácsonyi horror, nem olyan régi egyébként, pár éves film, és nekem kifejezetten tetszett, az a Better Watch Out. Nem tudom, magyarul megjelente, vagy van-e magyar címe. Nem, feliratosan láttam, az zseniális. Tök tetszett, szerintem. Kicsit leült egyszer-kétszer nálam, meg nagyon fájt, hogy kamerán kívüliek voltak a gyilkosságok, mert jól állt volna neki egy kis gór, de ettől függetlenül, meg őszintén megmondom, a csavar is egy kicsit kiszámítható volt, mármint ami a legesleg vége a filmnek egy kicsit kiszámítható volt, viszont a kisrác, aki úgymond a főszereplő, az baromi jól elvitte szerintem a filmet, és a karácsonyi hangulat is meg volt benne alapozva elég rendesen, úgyhogy az szerintem egy tök jó karácsonyi horrorfilm. Talán abban egy kicsit benne is volt ez, hogy hát jó, ne nevezzük direkt szándéknak, de az egy picit akart reagálni a reszkesetebb betörőkre. Szerintem volt egy ilyen koncepció. Van az a jelenet, amit most nem fogok előni, amikor igen. Dobál. Igen, ja, az igen. Hú, az egy a jelenet. Igen, egyébként az egy nagyon jó film. Az egy meglepően nagyon jó film. Legalábbis nekem is rohadtul bejött. Egyáltalán nem nagy elvárásokkal ültem le, de tényleg kellemesen meglepett. Nekem is. Egyébként az egyik kedvenc filmem is tulajdonképpen, vagy legalábbis a horror filmek közül, ez nem is tudom, hogy miért nem jutott még eszembe, csak most így, ahogy erre az adásra készültem, amikor már felmerültek a közelmúltnak a horror filmjei, és csomószor ilyen lemondóan beszéltünk néhány sikeres, de szerintünk annyira mégsem jó alkotásról, akkor itt én nem is tudom, hogy ez a film, ez alapvetően nagyon kreatív, nem olyan értelemben vicces vagy parodisztikus, mint mondjuk egy Happy Death Day, és hát maga az alapkoncepció, amire fel van építve, az annyira eredeti ötlet, tehát ezt a Better Watch Out-ot mindenkinek ajánlom, ez tényleg nagyon jó film, és én is ugyanígy úgy ültem le, hogy jó, ez megint egy ugyanolyan horror lesz, amiből van jó pár minden évben, és ahhoz képest... Azt hittem, hogy sima Home Invasion film lesz, és tök tudott csavarni egyet az egészen, nagyon állat volt. Amúgy igen, ez nekem is nagyon tetszett, ezt meg is vettem. Ami még ilyen, szerintem kevéssé ismert, vagy én azt gondolom, hogy nem ismerik, de én meg nagyon szeretem a Silent Night, Bloody Night, tehát nem a Deadly Night, nem a Bloody Night, ez egy 72-es film. Láttam olyan címen is, hogy a második házba arra, vagy utalva az utolsó házba arra című nagyszerű alkotásra, mert egy picit átvesz annak a történetéből, de erősen ilyen olaszos, dzsállós, maga a gyártás is az, egyébként Morricone a zene, és magyar az operatőr. Na, az például szerintem kifejezetten jó film, és az is karácsonykor játszódik, 72-es, azt nem tudom, hogy láttátok-e. Én nem is hallottam róla, megmondom őszintén. Én a címét hallottam, de nem láttam. Hogy... Alapvetően a dzsállókra jellemző ilyen kamerakezelés, nagyon élénk színek benne vannak, de ami a legjobb az egészben, az egy elég hosszú rész, ami a vonaton játszódik, sőt tulajdonképpen azt hiszem, hogy a filmnek cselekményének ugye 85%-a egy vonaton játszódik, szerintem kivételesen jó film. Tehát nem is tudom, hogy miért nem lett híresebb, mert a dzsállók közül is szerintem egy egész kiemelkedő darab. Szilveszteri filmek játszanak? Majd mindjárt arra is rátérünk, egyelőre karácsonynál tartunk. Meglepetés, van szilveszteri horror, most ezen így ledöbbentem ilyetlenjébe, de majd. Fekete karácsonyról már tulajdonképpen beszéltünk korábban, hát ott ugye a klasszikus az, ami mellett döntöttünk, és az utolsó az, amit meg így többnyire kiírnánk a történelemből.
Mondjuk a Fekete Karácsony nehéz lenne überelni az eredetit karácsonyi horrorfilmek tekintetében. Igen, azért is mondtam, hogy az a legalapabb. Tehát az, annál... az atmoszféra, amivel az rendelkezik, az a mai napig nem hevertem ki szerintem a telefonhívásokat abba a filmbe. Tehát, hogy azok, emlékszem, amikor először láttam, azok így a lelkemig hatoltak kb. De eléggé felzaklató. Hát meg a filmnek a vége. Tehát megmondom őszintén, hogy számomra a Halloween-nak, vagy ilyen maszkos horrorfilmeknek, vagy a Párbajnak ez az arctalansága, az semmi ahhoz képest, ami a Fekete Karácsonyban van. És hát minőségben nagyon jó film. Az eredeti, a 74-es Fekete Karácsony is, és főleg az a zárókép, hát az valami egészen elborzasztó szerintem. Én nem akarom szapulni az újat továbbra, úgyhogy inkább tovább. Egyébként annyit még a karácsonyi horrorokról, hogy természetesen érdemes megnézni karácsonykor, hogy Halloweenkor is halloweeni horrort, karácsonykor is karácsonyi horrort, és hogyha éppen a család otthon van, akkor nem kell valami nagyon durvát, akkor ott van a Szörnyecskék, ami ugye egy ilyen kis aranyos családi horror kategória, tehát hogy az is bőven belefér. Szilveszter pedig ugyanez, főleg, hogy ahogy mondtuk, hát most nagyon nem fog senki sem bulizni, sajnos, vagy nem sajnos, mindenesetre így lehet horrorfilmeket nézni a társasjátékozás meg a videójáték mellett, és hát ebből azért több variáció is van, elég, hogyha az egyik legjobban értékeltet és a legismertebbet mondjuk, akkor ott van a 80-as Terror Train, ugye Jamie Lee Curtis-szel. És ami még nagyon fontos szerintem, az egyszer a 87-es Bloody New Year, ami egy elég érdekes kis időcsavaros jópofa darab, és a másik, ami nekem személyes kedvencem, az a New Year's Evil 1980-ból, ami nemrég jelent meg szerencsére Európában is Blu-ray-en, azt így meg is rendeltem egyből, mert azt már nagyon régóta vártam, hogy valaki kiadja. Amerikában már megjelent, csak itthon nem. És hogy hát nem itthon, hanem Európában nem. És ez egy ilyen jó kis slasher a maga kis béna dolgaival együtt is. Tehát az, amikor ott a punkok, rockerek a dühöngőben dobálják magukat, és mellette meg az elmegyógyintézetben is az ápoltak, az úgy minden pénzt megér, de van egy jó hangulata a filmnek. Igen, a Terror Train valamiért nálam nem működött, sajnos, azt ugye a gyengébb filmek közé sorolom ott az évtizedben, mert nekem egy picit, hát elég sokszor leül a történet, meg ott is talán a kamerán kívüli gyilkosságok azok, amik egy picit fájó pontok, hogy nem igazán látszik semmi abból a filmből, ami így érdekessé tudná tenni, viszont a Bloody New Year az szerintem egy tök jó kis, és tök egyedi ötleten alapuló kis film, a maga kis gagyiságával nyilván, mert valljuk be azért sok sebből vérzik az a film, de szerintem az alapötlet tök jó volt benne, és szilveszteri film, úgyhogy tökre passzol ide. A harmadikat meg sajnos még nem láttam, amit említettél. Szerintem csak a Terror Train-t láttam valamikor nagyon régen, de megmondom őszintén, hogy ennyire látszik, hogy mennyire régen, hogy így az se ugrott be, hogy szilveszteri környezetben működik a dolog. Nekem sem a szívem csücske, viszont a Bloody New Year az igen, és bocs, hogy visszaugrom, közben eszembe jutott még egy tök jó karácsonyi slasher, egy angol, Don't Open Till Christmas, vagy Christmas Day, vagy nem tudom pontosan, hogy melyik a címe, a 80-as években készült, és az például nekem kifejezetten működött, a maga kis ilyen flashback-es jeleneteivel, alapvetően a karácsonyi hangulatot ott a Mikulások gyilkolászása szolgáltatja. Megvan ez a fiatalkori ilyen kis sérülés is a gyilkosban, tehát hogy minden a helyén van, ami kell egy jó slasherhöz, az még egy egész jó film szerintem, ezt elfelejtettem mondani. A Terror Train-t egyébként véletlenül se keverje senki sem a Night Train to Terror 1985-ös, hát borzalmasan vicces, vagy viccesen borzalmas összevágott valamivel, aminek van egyébként szintén egy sajátos hangulata, de hát jó filmnek semmiképpen sem nevezném. Isten és sátán hatalmi játszmájával.
Jól hangzik. Úgy. A New Year's Eve-t azt így ajánlom amúgy azoknak, akik szeretik a slasheröket, meg az ilyen kis 80-as évekbeli stílusú hagyományos horrorfilmeket. Mondom, nem tökéletes, de van egy jó hangulata, meg egy-két jó pillanata. Az nálam ilyen instant buy volt, tehát az így gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy egész évben nem vettem kb. Semmit, ezt most így muszáj lesz. A Bloody New Year meg az mondjuk én nem ajánlom nyugodt szívvel bárkinek, tehát az szerintem elég sok sebből vérzik ahhoz, hogy mondjuk egy olyan ember, aki annyira nem szereti a horrorfilmeket, az így nem nagyon élvezze, tehát azt szerintem inkább a hardcore-abb horrorfanok fogják élvezni, már csak a mondjuk a megoldásai miatt. Szerintem legalábbis kicsit lassú is ez a film, meg van a kis maga gagyisága. A Terror Train meg én nem tartom egy jó filmnek, de azt előbb megnézik, szerintem előbb megemésztik az emberek. Egyébként szilveszteri horrorok annyira nem botlottam túl sokba. Tehát ilyen szempontból ez érdekes volt, hogy amikor készültem, nem sokkal ezelőtt írtam egy cikket még Halloween-kor a legjobb halloweeni horrorokból, és ott is tulajdonképpen rá kellett jönnöm, hogy azért annyira sok, főleg jó halloweeni horrorfilm nincsen. Viszont azért a karácsonyi filmek tekintetében azért van jó pár, tehát nem biztos, hogy mindegyik az a legvéresebb, tehát ha mondjuk egy szörnyecskékre vagy egy Krampuszra gondolok, akkor ez kifejezetten családi horror, ha jelent valamit ez a kategória, de szerintem azért karácsonyi horrorokból egész sok jó van. Tehát ott lehet sok mindent keresni. Alapvetően egy ünnepre felhúzni egy filmet azért nem annyira egyszerű szerintem. Hát igen, sokszor igazából maga attól lesz karácsony egy horrorfilm, hogy akkor játszódik. Tehát, hogy például ott van a Better Watch Out, ami nem, tehát abban nincsen se télapó, se semmi. Tehát az igazából attól karácsonyi, meg karácsonykor játszódik. De meg a 25 ezredik télapós mészárlást megnézni meg már annyira nem izgalmas. Úgyhogy nem egyszerű feladat mondjuk úgy, hogy kreatív, ünnepi horrorfilmet csinálni. Jó, hát az ünnepeken úgy nézem, hogy azért elég hamar túljutottunk. Hát a lezárásnak, amit terveztem, az sem lesz azért egy hosszú történet, mert egy szerettem volna megkérdezni, hogy 2020 kedvenc horrorfilmei mik voltak nálatok. Nagyon nagy választékkal nem rendelkezünk, sajnos azt kell mondjam, mert hogy ami mozikba eljutott, az eleve nagyon minimális, és hát azon felül sem volt úgy minőségterén kiemelkedő túl sok. Én kezdeném azzal, hogy számomra a Láthatatlan ember és az árok volt az, ami emlékezetes, és így nagyjából ennyi az, amit fel tudok sorolni. Az árokkal annál is inkább egyetértek, hogy nem igazán érdekel ez a fajta horror alműfaj, viszont tényleg jó film volt, és valami újat sikerült hoznia egy alapvetően jól ismert alapkoncepcióba. Amit még kiemelnék, volt a Welcome to the Blumhouse címen egy ilyen négyrészes antológia sorozat, váltakozó színvonalon. A Nocturne című részt, azt például kifejezetten ajánlom, az nekem eléggé tetszett. Egy zenei iskolában egy konziban játszódik, és hát erősen ilyen természetfeletti mágikus vonal jön be. Azt nem tudom, hogy mennyire hallottatok róla, de azt például hogy tudom ajánlani. Ja, meg bocs, nem is tudom, hogy nem jutott eszembe. A Netflixen a Befejezésem gondolkodom című Kaufman film. Na, az egy elég erős eresztés volt szerintem. Hát, az már majdnem horror. Ja, olyasmi. Nem az, de úgy átélni mégis az valahogy. Idei horror, az a helyzet, hogy annyira nem tetszett a Láthatatlan ember, de nem találok kihívót, amelyiket így lyukott szívvel megnevezném, úgyhogy én is a Láthatatlan emberre szavazok. Hát én úgy mozifilmet nem nagyon tudok mondani, annyira az én se szartam be a Láthatatlan embert, egyébként nem volt rossz, tehát ez most nem
úgy értendő, csak annyira nem voltam oda érte. Ami a Bly udvarház szellemét nem mondom, mert ez nem horror. Ami nagyon tetszett, az egyik az a Come Play. Azt nem tudom, azt ismeritek-e, amikor a gyereknek a telefonján, illetve a tabletjén valami szörny ijesztegeti állandóan. Ezt egy rövid filmből csinálták. Azt szerintem rohadt jól az sikerült. Egész az utolsó 10 percig, a vége talán nem tetszett annyira, de egyébként meglepően jó film. Tehát én legalábbis szerintem van benne egy-két olyan jelenet, ami tényleg félelmetes, ami ma már egy horrorfilmnél eléggé. Főleg, ha én azt mondom rá, vagy mi azt mondjuk rá, bocsánat, tehát úgy, hogy azért, akik több ilyen filmet láttak, aztán a Alone, azt nem tudom, azt láttátok, amikor a csaj sorozatgyilkos elkapja és elmenekül, és az erdőbe bolyonganak és üldözik egymást. Az is új most ebben az évben jött ki. Nem rémlik. De meglepően jó egyébként. Van benne egy-két, nyilván egy ilyen filmnél elengedhetetlen némi logikai hiba, de egyébként tényleg nagyon jó fel van építve. Nem annyira a sorozatgyilkos, nem annyira a gyilkosság, itt konkrétan egy macskaegér játék van a filmben. Nekem kimondottan tetszett. Sőt, még abban sem vagyok biztos benne, hogyha azt mondom, hogy horror, akkor jól tippelek. Lehet, hogy inkább a thriller kifejezés az jobb lenne rá. Mert nem nagyon volna benne gyilkosságok, ugye? Jó, egy-kettő van. Illetve valószínű, hogy nagyon-nagyon kevés ember egyáltalán hallott róla, vagy még kevesebb embernek tetszik az Antebellum. Nem tudom, erről hallottatok-e. Egy ilyen mara érdekes film, egy amerikai ilyen rabszolgatartó kolóniába játszódik. Hát hivatalosan horror, misztikus film. Zárójeles megjegyzés, nem az. De úgy tűnik, hogy az. És én nagyon szeretem az ilyen filmeket, amikor sokáig úgy tűnik, hogy ez egy horrorfilm, de aztán valójában nem az. Akit úgy annyira nem taszít ez az afroamerikai is, meg rabszolga téma, annak érdemes megnézni. Egyébként én nem láttam, viszont az még érdekel, ez a Possessor, ami érdekesnek tűnik, és ezt elfelejtettem mondani, hogy mondjuk a Color Out of Space az például kifejezetten tetszett, a Sputnik az nem volt rossz, és a Platform volt még, ami nagyon tetszett a Netflixen. Én pont fordítva voltam, nekem a Sputnik tetszett, és a űrös színes Nicolas Cage-es nem annyira. A Platformot lehet horror kategóriába mondani, akkor azt én is inkább mondanám, mint a Láthatatlan embert, mert az egy nagyon erős darab. A Color Out of Space az nekem se igazán jött be. Nem volt zavaróan rossz, vagy ilyesmi, csak van egy olyan érzésem, és ez nem neked szól, ne is félre, hogy amikor így a külföldi újságoknál vettem ezt észre, hogy gyorsan rajongjunk egyet, mert a Nicolas Cage játszott egy olyan filmben, hogy végig lehet nézni, néha ezt egy kicsit túlzásnak érzem. Nem rossz film, csak én úgy éreztem, hogy egy kicsit, hogy a por nagyobb volt körülötte, mint a láng. Én nagyon vártam azt a filmet annyira, hogy azonnal eredetiben hazavittem és dobtam be a izébe, és nem. Nem, valószínűleg el fogom ajándékozni egy haveromnak, aki viszont nagyon-nagyon élvezte, mert nem, egyszerűen nem jött át. Sajnos. Szerintem mind a hangulata, mind a látványvilága rohadt jó. Én nagyon élveztem, és nagyon ritkán van az, amikor film fele, háromnegyede környékén azt érzem, hogy mi a franc folyik itt, what the fuck, mi, úristen, mi, Jézusom, kb. Ilyen érzésem volt, tehát én ezt késő este egyedül néztem, és hát azért eléggé megvolt a hatása nálam. Ismerve az eredeti történetet, szeretek elvonatkoztatni, általában nem szoktam kötni az ebbet a karóhoz, ismerve az eredeti történetet, nálam már ott elvérzett a dolog. És
filmként se, tehát Nicolas Cage az nálam teljesen kiherélte a sztorit, ez a Rage Cage, amit láthattunk itt is, az megvolt. Sajnos nálam, az a baj nálam, már minden film rosszabb pontról indul, ha Nicolas Cage benne van, mert nálam leírta magát rettenetesen. És ebbe a filmbe se tetszett. Sajnos nem. Pedig én nagyon szerettem volna szeretni ezt a filmet. Mert az eredeti sztorit nagyon imádom, amiből készült. Senkinek nincsen már semmi hozzászólása? Véleménye, gondolata? Nehéz mit mondani, mert ugye annyira sok film nem jött a moziba érthető módon. Meg hát szerintem azért régóta panaszkodunk erre, hogy annyira úgy koronavírustól függetlenül sem jönnek az igazán jó horrorfilmek. Tehát mondjuk, ami ilyen igazán nagy dobás lett volna, és vártam a Hang nélkül, de hát az nem jött. Candyman is jöhetett volna, mondjuk. Jó, én attól félek, attól a filmtől valahogy. Attól én is kifejezetten félek. Hát nekem ugye sem a Get Out nem volt nagy kedvencem, és azért láttam, hogy nagyon ott van a keze benne, hiába nem az ő filmje. Hát engem leginkább az aggaszt, hogy megnéztem a hölgynek, aki rendezi az első két filmjét, és hát azért inkább ilyen művészfilmeket rendezett eddig, és azok közül is ilyen elég feminim, hányattatott amerikai kisvárosi élet, tehát ez a tipikusan erre szoktam azt mondani, hogy ezt három ember nézte meg, abból kettő én vagyok, de egy meg a rendező családja, tehát nem tudom, tehát érdekesnek tartom pont. Egyébként nem rossz filmek, tehát ezt mindjárt hozzátenni, hogy nem rossz filmeket csinált eddig, csak hogy egy biztos, megnézve a filmográfiáját, arra nem jöttem rá, hogy ő neki bármi köze lenne a horror műfajhoz. Én mondjuk a Mit azt szerettem, de még mindig nem tudom, hogy miről szólt. Nem, ez azért túlzás, de mondjuk úgy, hogy még mindig szeretem fejtegetni a filmet, és lehet, hogy ezért mondom, hogy szeretem, mert így akkor lehet rajta gondolkodni. De nem biztos, hogy az a jó szó, hogy szeretem, inkább csak lehet, hogy cseszteti az agyam, hogy még egy kicsit gondolkodjak rajta. Viszont a Tűnnyelt például én nem igazán szerettem szint. Nem tudom, hogy te vagy, azt hiszem, te is úgy mondtad, hogy te sem voltál annyira odaérte. Nem abszolút. Hát az eleje az tetszett, az első fele, csak aztán én azt már sokáján elmondtam, hogy az a baj, hogy a fő ötlete az egész filmnek, az egy nyúlás egy régebbi filmből, amit viszont szerintem sokkal jobban sikerült, konzisztensebb módon sikerült összerakni. Viszont nagyon más horrorfilm, így nem tudom, mi van még, amit így előre láthatólag jönni fog mostanában. Hát én már éveleje óta várom ugye a Hang nélkül 2-t, úgyhogy nekem az a legnagyobb fájdalmam, hogy az azt sem is tudom, mikor van a bemutatója, őszintén szóval. Most így éppen. Hát azt tudom, de hogy azon belül mikor, azt már, arra már nem emlékszem, mert mondom őszintén, talán szeptemberig is eltolták? Most nem akarok hülyeséget mondani. Nem emlékszem rá. És egyébként teljesen elkészült a film, dobozba van. Tehát ugye azt hiszem, hogy veled beszéltük talán pont, hogy még a sajtó meghívó talán ki is jött rá a sajtóvetítésre, és utána másnap jött körül e-mail, hogy nem lesz mégsem. Mintha. Már nem biztos, hogy jól emlékszem. De már nem emlékszem. Én is kíváncsi vagyok egyébként rá, bár őszintén szóval úgy kb. Az előző rész az végéig tetszett nagyon, a vége az már annyira azért nem, és nem tudom, hogy van-e még benne potenciál ezt tovább vinni. Nekem is az a bajom csak ez a Hang nélkül 2-vel, hogy én se tudom, hogy merre fogják ezt itt tovább vinni, hogy lesz-e annyira érdekes, mert ugye jó volt a felütés az elsőnek, tehát érdekes, csak nem tudom, van-e annyi a sztoriban, hogy fent tudja tartani az érdeklődést. De tervileg már készül a harmadik rész is, nem? Jó. Ó, az kell. Az, talán mint hogyha valami olyasmit olvastam, hogy az valami spin-off-szerűség, tehát hogy az nem ezen a történetvonalon megy, vagy nem ezen a család történetén, mintha valami ilyesmit olvastam volna, nem esküszöm rá. Ami talán egy kicsit ilyen jó ötletnek tűnik, hogy az előzetes alapján ugye valamennyit fogunk kapni itt a múltból is. Tehát, hogy
nem feltétlenül magyarázatot, csak mondjuk azt, hogy honnan indult ez az egész dolog, és az még akár jól is elsülhet. Hát, én nem tudom, hogy kíváncsi vagyok erre. Szóval szerintem ez egy nagyon igényes film, és épp ezért meg fogom nézni a második részét, de tipikusan az a sztori, ami úgy önmagában kerek, és a felütés az érdekes benne, és nem a cselekménye. Tehát nem tudom, hogy jó-e az, hogyha én látom az előzményeket, vagy hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy lássam az előzményeket. Viszont ami még most így eszembe jutott, azt nem is tudom, hogy a Postmortem című magyar horror az végül is kijött már, vagy az még csak jövőre fog moziba kerülni? Jövőre. Na, arra még úgy őszintén kíváncsi vagyok, mert mégiscsak egy magyar film. És egyáltalán nem néz ki rosszul az előzetese. Nekem az egy bajom van azzal a filmmel, hogy nagyjából összefoglaltad azt, ami pozitívumnak tűnik, és nem vagyok benne biztos, hogy ez elég lesz. Tehát én szerintem most már az elmúlt 5-6 évben túl vagyunk azon, hogy attól, hogy egy magyar film jól néz ki, attól még elkezdjünk lelkendezni. És hát majd kíváncsi leszek, hogy mi a körítés. Mert igen, az látszik, hogy jól néz ki, de a kincsem is jól nézett ki, a viszkis is jól nézett ki, tehát azt hiszem ezen picit már túlléptünk. Legyen jó sztori is. Igen, ezzel egyetértek, de azért egyik sem volt vállalhatatlan. Tehát, nem, kétség. Rossz egyik sem volt, így és van, ez szerintem ahhoz képest, ahogy mondjuk a magyar filmipar kinézett mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy főleg a 90-es évek végén, ahhoz képest az, hogy vannak abszolút vállalható magyar tömeg filmek, az szerintem egy nagy eredmény, és igazából a horrorra gondolok, volt az a slasher-szerű film, csak elfelejtettem a címét még jó pár éve. Az is valamilyen sorozatgyilkosos. Mark Freedom. Azaz. Na, hogy annak is megvoltak a gyerek betegségei, tehát nem mondom, hogy egy kifejezetten jó film, de nem is rossz. Tehát, hogy úgy örülök végül is, hogy elmentem a moziba megnézni. És azért a Postmortem annál jobbnak néz ki. Egyébként azzal a filmmel én is el voltam, nekem azzal meg az volt a bajom, hasonlóan, mint amit előbb Gábor említett, hogy nem éreztem benne eredetiséget. Tehát jól meg volt csinálva, jól nézett ki, de az X-polgáltás 30 évvel ezelőtt majdnem ugyanezt megcsinálta. Most itt kizárólag a hasonló eszközökre értem, nem pedig hiszen nyilván specifikusan más gyilkosról van szó. De úgy a felépítés, meg egyebeket, ezt a receptet, ezt már láttuk. De jól nézett ki, ez kétségtelen. Hát ez egy ilyen műfajhonosítási kísérlet volt végül is, mert magyar horrorok nem nagyon vannak, és próbált egy hazai mitológiát kialakítani. Nekem igazából a legnagyobb problémám az volt vele, hogy pont a vérengzős jelenetek nekem nagyon nem működtek. Tehát összehasonlítva a külföldi filmeknek a hatásmechanizmusával szerintem nem sikerült jól felvenni, és a világért sem akarom kritizálni a film operatőrét, aki nagyon jó operatőr, de így kifejezetten az volt az érzésem, hogy ezeket úgy vette fel, mintha egy magyar művészfilmet fényképezne, és nem úgy, mint ahogy szerintem egy horrort vagy egy slashert kéne. Lehet, hogy ezzel próbáltak némi egyediséget kölcsönözni a megjelenített atmoszférának, ami egyébként néhány ponton működött, mert volt egyfajta különlegessége az operatőri munkának, de azzal egyetértek, hogy a gyilkosságok esetében nem. Igen. Lehet, hogy ott egy kicsit profánabb stílust kellett volna elengedni. Igen. Túl cizellált, ott is szép akarok lenni. Arisztokratikus volt. Igen. Szerintem mindent átbeszéltünk. Ezzel akkor így elbúcsúztathatjuk 2020-at, remélhetőleg 2021 egy picit filmekben, és leginkább jó horrorfilmekben gazdagabb esztendő lesz, ahogy videójátékban, társasjátékban, de leginkább nyugalomban, békességben, tehát kevésbé stresszes, kevésbé ijesztő év áll előttünk, én abban bízom. Bármelyik témához, amiről itt beszéltünk,
Hogyha van véleményetek, van valami gondolatotok, esetleg tudtok olyan filmet, amikről beszéltünk, hogy picit megváltoztatták egy már bejáratott legendának így a felépítését, akkor azt is nyugodtan írjátok, kedvenc Grindhouse filmeket, 2020 kedvencét. Tehát, hogy itt azért karácsonyi filmet, szilveszteri filmet, elég sok téma felmerült, elég sok mindenről beszéltünk, úgyhogy bármire nyugodtan reagáljatok, ami érdekel benneteket, vagy amit szerintetek kihagytunk, ami saját kedvencetek, és a többi. Picit most itt más stílusban vezettük ezt az egész beszélgetést, tényleg nagyon sok minden előkerült. Talán azért mindenki talált magának valami olyat, ami számára fontos, vagy érdekes. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok, és meghallgattatok minket, illetve nektek is köszönöm, Gáborok és Marci, hogy eljöttetek. És hát ahogy mindig, kövessetek minket, csengettyűzzetek, iratkozzatok fel, legközelebb is tartsatok velünk, és amúgy pedig a Borzongás csoportban, vagy akár itt, hogyha hozzászólásban van valami ötletetek, hogy miről beszéljünk, például legközelebb nem csak egy adott ilyen születésnapos filmről, akkor azért megfogadjuk a tanácsokat, illetve hogyha olyan a téma, akkor szívesen beszélünk róla. Legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! 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 Hello!